Hello, sziasztok, és fantasztikusan szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám, vasárnapi napot kívánok mindenkinek. Üdvözlettel Frici, Balatonfüredről, a Szent István térről. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, én úgy gondoltam, hogy ezen a vasárnapi napon leforgatok néktek egy újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videót. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban, amit ezúttal itt Balatonfüred területén fogok néktek rögzíteni. Úgyhogy lassacskán bele is vágunk ebbe az egész videóba. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban. És akkor jöjjön hát a videó, vágjunk is bele! Nos, tisztelt hölgyeim és uraim! Itt vagyok ugye Balatonfüreden, a Szent István téren, és ez a szobor pedig Szent István királyunkat ábrázolja, amit éppen most videózok néktek. És itt van szembe Balatonfürednek a városháza tulajdonképpen, tehát ez itt maga a városháza, ami itt található ugye Balatonfürednek a belvárosába, a Szent István téren. És akkor így megmutatom néktek körbe ezt a teret, meg annak környékét. Ugye ott van a Szent István királyunkat ábrázoló szobor. És akkor szépen megmutatom néktek a térnek a környezetét, a Szent István király térnek a környezetét. Itt van egy emlékfa ültetve, ami egyébként oda van írva. Ezt az emlékfát Rudolfi Bay első polgármester ültette Germering és Balatonfüred testvérvárosá nyilvánítása alkalmából Balatonfüred 1988. május 7-én ültették ezt a fát, ami egyébként szerintem egy galagonya fa. És akkor itt megmutatom nétek, hogy is néz ki a Szent István király tér. És ott látható ugye Balatonfürednek a jellegzetes temploma, ugye? Ez pedig ugye itt a két tornyú vörös templom, ami ugye itt található Balatonfüreden, a belvárosban, a Szent István király téren konkrétan. Tehát ez itt maga a Balatonfürednek a jellegzetes két tornyú vörös temploma. És akkor így megmutatom nektek a teret. Szépen körbe mutatom. Hát most egy kicsit ellenfényesek leszünk majd. Nem is forgatom tovább, mert ott ugye a nap bele fog sütni a lencsébe. És akkor lassacskán el is indulok én innen ebből a sétával, innen a városközpontból, innen a Szent István király téről, innen Balatonfüredről, csak így megmutatom néktek még a két tornyú vörös templomt. Íme, itt látható, Balatonfürednek ugye a jellegzetes temploma, a két tornyú vörös templom. És akkor el is indulunk lassacskán ebből a sétával, és ahogy látjátok, már nem is húzom tovább az időt, hanem szépen elindultam előrefelé, és akkor ez itt már valójában a Arácsi út lesz, ahova én most itt kiérek, és amin most át is fogok kelni, mert amit láthatjátok, itt van egy zebra, amin én most szépen át is kelek konkrétan, csak körülnézek, mielőtt ugye az útra lépek. Itt is van egy szép kis épület itt szembe, ezt így megmutatom néktek, ami nagyon jó néz ki, íme. Nagyon szép kis épület ez is. És akkor ennyi, át is jöttünk az úton. Arra felé van a vásárcsarnok egyébként, tehát a vásárcsarnok az arra felé van, befelé, de én most oda nem megyek be, mert arról már készítettem videót korábban, hanem szépen fordulok egy csak egy jobbra átot, így, és elindulok arra kifelé, Balatonarács felé konkrétan, mert arra felé van Balatonarács, és én most el is indulok abba az irányba. Tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk! Amint látjátok, már is indultam. Csak így megmutatom szembe a városházát. Ugye ott van szembe Balatonfürednek a városháza. Tehát az ott szembe konkrétan tulajdonképpen a városháza, ami ott látható. És akkor szépen lassacskán el is indulunk ebben az egész történettel. És amint látjátok, már el is indultam, haladok is kifelé Balatonarács felé konkrétan, mert ugye ez, ahogy mondottam, ez az Arácsi út.
Hát lányok és fiúk, ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb spontán amatőr vágatlan sétáló sértelmetlen gagyi videóban, amit ezúttal itt Balatonfüredő városában rögzítek néktek, és akkor szépen el is indultam. És akkor valószínű, hogy az lesz, hogy szépen én innen Balatonfüredről vissza fogok sétálni Csopakra, legalábbis én ezt terveztem el magamnak, hogy szépen innen Balatonfüredről visszasétálok Csopakra, és közben készítek jó pár darab videót, ha már ilyen nagyon szép idő van ezen a vasárnapi napon. Egyébként december 15-e van, aki esetleg nem tudná. Tehát ez a videó konkrétan december 15-én készült, vasárnap 2019-ben. És akkor haladunk is szépen előrefelé. És ezt a videót most ezúttal nem a akciósportkamerámmal rögzítem, de szerintem ebből ti már egyből rájöttetek, hogy ez nem a sportkamerám, mert ugye egész másképp néz ki a kép. Hát gyengébb, azt kell mondjam, mint a sportkamerának a képe. Ez egy kicsivel gyengébb. Amivel ezt a videót készítem, ez konkrétan egy 3 éves okostelefon. Igen. Tehát ezt a videót, amit most láttok, ezt egy 3 éves okostelefonnal készítem. Sőt, van már 3 éves? Hát már azt hiszem, el is múlt lassan 3 éves ez a telefon. Ja, igen. Hát lányok és fiúk, ez volt amúgy az első okostelefonom, amivel most ezt a videót rögzítem. Lányok és fiúk, hát tudom, hogy elég gyatra a minősége, eléggé gyengusz az egész, de hát most ez ilyen lesz, ez a videó. Kicsit gyengébb lesz, mint a szokásos. És akkor itt is be tudunk menni tulajdonképpen a vásárcsarnokhoz. Tehát itt is be tudok menni tulajdonképpen a vásárcsarnokhoz, de itt nem megyünk be, mert a vásárcsarnok most egyébként is zárva van, vagyis a piaccsarnok. Tehát az most konkrétan zárva van, így vasárnap révén. Pedig én azt hittem, hogy nyitva van, de tévedtem. És akkor itt van a Silver bevásárlóközpont. Tehát ez az épület, amit éppen most mutatok néktek, ez pedig a Silver bevásárlóközpont, ami ugyancsak itt van Balatonfürednek a belvárosába konkrétan. És akkor majd haladunk tovább. És ahogy mondottam, hogy ha erre bemennénk, erre befelé van a vásárcsarnok, illetve a piaccsarnok, hogyha erre bemennénk, de nem megy ebbe, mert arról már van külön videó a csatornámon, nézzétek meg, amit még azt hiszem kedden készítettem, ha jól rémlik, vagy hétfőn, nem is tudom, hétfőn, igen, oké. Na, lányok és fiúk, és akkor arra felé van a vásárcsarnok, de mi most nem megyünk be oda, hanem én folytatom szépen a sétámat arra Balatonarács felé konkrétan, amint látjátok, haladok is tovább Balatonarács irányába. Hát lányok és fiúk, ahogy mondottam, ez egy újabb spontán amatőr vágatlan sétálós értelmetlen gagyi videó tőlem, Fricitől, ahogy már megszokhattátok, és megpróbálom két kézzel megfogni ezt a telefont, hátra úgy nem fog annyira imbolyogni a kép, mert ugye ebbe aztán képstabilizátor egyáltalán nincsen, mert tényleg ebben nincs képstabilizátor. Ugye ez egy nagyon régi okos telefon, hát ahogy mondottam, több mint 3 éves. És ott szemben amúgy van egy szupermarket. Tehát az az épület, ami ott szemben van, az egy szupermarket konkrétan. Tehát az ott valójában egy szupermarket, ami ott szemben látható. És akkor szépen haladunk tovább. Hát ezt az autót elengedjünk, ha már egy kipofátlankodott. Hát lányok és fiúk, és akkor szépen haladok előrefelé itt az Arácsi úton, és ez pedig itt a Öreghegyi utca erre befelé, tehát ez itt konkrétan a Öreghegyi utca, arra felé van egyébként a Lóci barlang, tehát a Lóci barlang az arra felé van, tehát arra felé, és ez itt, ahogy mondottam, ez az Öreghegyi utca, de mi a továbbiabban nem arra megyünk, hanem fordulok egy kicsit jobbra, és akkor szépen haladok majd tovább. Közben mutatok itt egy pár turista jelzést is. Amint láthassátok ezen a felvételen, itt halad a Balaton felvidéki kék túraútvonal,
itt halad a zöld túraútvonal, és itt halad a Mária Zarándok út is. Erről a Mária Zarándok útról már van külön videó a csatornámon, azt nézzétek meg, nem is egy darab. És ahogy mondottam, itt van ugye a zöld túraútvonal, és itt van ugye a Balatonfelvidéki kék túraútvonalnak is a jelzése. Akkor szépen haladunk tovább, és ahogy mondottam, ott van szembe egy szupermarket, ami ott szembe látható. Akkor szépen haladok tovább itt az Arácsi úton, arra Balatonarács felé konkrétan. De el van Balatonarács. Itt van egy gazdabolt, tehát ez egy gazdabolt konkrétan, ami itt látható, ami most éppen zárva van, mert vasárnap van. Pont szembe van a szupermarkettal. És akkor szépen haladunk tovább, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban, amit ezúttal itt Balatonfüreden rögzítek, és szépen visszagyalogolunk, visszasétálunk Csopakra, vagy a befelé jövet vonattal jöttem. Hát befelé jövet vonattal jöttem, és most visszafelé pedig gyalog megyek, és közben rögzítek nektek egy pár darab új, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videót. És ez amúgy a mai napon már a második videó, ezt megsugom néktek, konkrétan. És akkor haladok is tovább ezen a Arácsi úton. Hát amúgy Balaton-Arácsi, de nagyjából olyan 2 kilométer, nagyjából, azt hiszem, de lehet, hogy egy kicsit több. Hát majd meglátjátok, amikor majd végigjárom, és lesz erről videó jócskán, de valószínűleg az nem ebben a videóban lesz, amikor elérkezek Balatonarácsra, hanem az majd szerintem egy következő videóban lesz. Mint ahogy az is egy következő videóban lesz tulajdonképpen, hogy én amikor majd megérkezek Csopakra, tehát az is majd egy következő videóban lesz valamikor a nap folyamán. Akkor haladunk szépen előrefelé. Így mi. És akkor szépen haladunk tovább. Hát lányok és fiúk, tisztelt hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, hogy nézitek ezt a videót. Ha tetszik ez a videó, nyomjatok rá egy lájkot. Ha nem tetszik, nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot. Senkire se fogok megsértődni, hogyha diszlájkolja a videót. És aki meg lájkolja, azt meg külön megköszönöm. Köszönöm szépen, aki esetleg lájkolná ezt a videót. Hát lányok és fiúk, köze szépen kisütött a nap, hála Istennek. Jó idő lett végül is. Hát mondjuk ebben tisztában voltam, mikor belevágtam én ebbe az egész mai dologba. Tehát én úgy indultam el ezen a mai napon, hogy tudtam, hogy jó idő lesz. És ez így is van, hát nézzétek meg. Kék-kék volt némi fátyolfelhővel konkrétan, de ragyogó napsütés. És konkrétan ez a lényeg. Lányok és fiúk, hogy ragyogó napsütés van itt Balatonfüreden és környékén, és szerintem az országnak a nagy részén is. Na, és akkor szépen haladok is előre felé ezen a járdán, Balatonarács irányában. Hát lányok és fiúk, az az igazság, hogy mit is akartam nektek kifejteni, na mindegy, majd ha az eszembe jut, majd kifejtem. Az a igazság, hogy elfelejtettem, pedig készültem valamivel, de most már mindegy. Na, és akkor, ahogy láthatjátok, itt vagyok ugye a Mária Zarándok úton, haladok közbe. Ugye ez a Mária Zarándok útnak a egyértelmű jelzése. De ahogy mondottam, erről a Mária Zarándok útról van külön videó a csatornámon, és azt nézzétek meg. Még valamikor tavasszal készítettem. Hát konkrétan ennek a Mária Zarándok útnak a Balatonfüred és Balatonalmádi közti szakaszát végiggyalogoltam, végigsétáltam még a tavasz folyamán, a nyár elején, és erről készítettem jó pár darab videót. Nézzétek meg azokat a videókat is a csatornámon, megtalálhatóak. Köszönöm szépen! Hát lányok és fiúk, és most ismét itt sétálok a Mária Zarándok úton. Csak ez a videó ugye nem a Mária Zarándok útról szól, ez csak ilyen spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videó konkrétan.
Tehát ennek a videónak konkrétan semmi lényegében semmi értelme nincsen. Azon kívül, hogy kipróbálom ezt a telefont, hogy milyen videót rögzít. Ez a 3 éves okos telefon. De hát ahogy elnézem, elég siralmas a képminőség. Tehát elég gyatra. Hát elég gyatrának néz ki sajnos. Tehát a napsütésben egy kicsit jobb, mint a borult égben, mikor borongós volt. Tehát egy kicsit szebb. Azt nem mondom, hogy hú de el vagyok tőle ragadtatva, mert egyáltalán nem. Meg eléggé imbolyog az egész. Tehát ugye ebbe képstabilizátor nincsen. Egyáltalán nincs ebbe képstabilizátor. Azok ugye ez nem az a telefon, amiben képstabilizátor van. Meg ugye egy képstabilizátoros telefon elég drága tud ám lenni. Konkrétan. És én nem fogok ilyesbe belefektetni, hogy képstabilizátoros okostelefonom legyen. Mert nem. Mert ugye nem vagyok milliómos. Én is ugye egy egyszerű dolgozó ember vagyok, se több, se kevesebb. Na, jányok és fiúk, és akkor szépen haladok tovább. Itt az Arácsi úton, Balatonfüreden, ahogy mondottam. A szóismétlése is elnézést és bocsánatot kérek tőletek, de sajnos ez nekem egy hibám, hogy ismétlem a szavakat, illetve a mondatokat. Ez sajnos egy hibám nekem, ezt elismerem. Lehet, hogy ez egyfajta fogyatékosság egyébként. Ezért elnézést és bocsánatot kérek tőletek, de hát erről se tehetek, hogy szóismétlő vagyok, illetve megismétlem a mondataimat. Mert tényleg nem. Ez lehet, hogy nálam egyfajta fogyatékosság egyébként, de ugye senki se tökéletes, így hát én sem. Mert tényleg nem vagyok tökéletes, sose mondtam azt, hogy tökéletes vagyok. Sose voltam az, konkrétan. És ugye nekem abban nyilvánul meg az, hogy nem vagyok tökéletes, hogy szóismétlő vagyok. Tehát gyakran elmondom azt, hogy már tulajdonképpen egyszer elmondtam, utána még elmondom vagy százszor. Hát ezért elnézést és bocsánatot kérek tőletek, de ezt sajnos nem nagyon tudom kiküszöbölni. Akit esetleg ez zavar, akkor ne nézze a videóimat. Akit esetleg ez zavar, hogy ismétlem a szavaimat egy videóban akár többször is, meg a mondatokat. Ezért légy szíves, nézzétek el nekem ezt a hibát. De ugye senki se tökéletes, így hát természetesen én sem vagyok tökéletes. Sosem mondtam azt, hogy tökéletes vagyok. Mert olyan, hogy tökéletes, olyan nincsen. Legalábbis emberbe biztos. És ugye én sem vagyok egy tökéletes ember. Egyáltalán nem tartom magam tökéletesnek. Sőt, tökéletlennek. Na, jányok és fiúk, és akkor szépen átmegyünk ezen a gyalogos átkelőn. Akkor lassan, de biztosan haladunk az Balaton a Rács felé. Közben átmegyünk itt a zebrám, amint látjátok. Egy busz megállott, már le is gyalogoltam a városközponttól. Konkrétan, mert ugye ott volt az ezelőtti busz megálló a városközpontban volt még. Most ebben az egy megállóval előrébb haladtam. Hát végeredményben azt terveztem én erre a mai napra, de szerintem ebben a videóban elmondtam, hogy ugye ezen a mai napon innen Balatonfüredről visszasétálok Csopakfaluba, és közben készítek egy pár darab új, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videót. Ez amúgy a mai napon már a második. Ezt is elmondtam már szerintem az előzőekben. Pont erről beszélek, hogy elnézéseteket kérem a szóismétlésé. Tehát pont erről ezt próbálom nektek megmagyarázni, hogy sajnos szóismétlő vagyok. Tehát ezért bocsi mindenkitől. Tehát erről ugye nem tehetek. Ez egy olyan hiba, amit nehezen nem nagyon tudok kiküszöbölni. Hát lányok és fiúk, ez van. Ez dobta a gép nekem. Konkrétan. De hát én már csak ilyen vagyok. És ezen nem fogok senki kedvéjé se változtatni, mert senki kedvéjé nem fogok ezen változtatni, se a videóim struktúráján, ha egyáltalán lehet ezt struktúrának nevezni. Az én videóimnak konkrétan nincsen struktúrája, hisz az én videóim csak ilyen spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videók. De ezt szerintem ti nagyon jól tudjátok, akik már régebb óta nézik a videóimat.
Nagyon szépen köszönöm én azoknak az embereknek, akik nézik ezt a videót, meg a feliratkozóimnak is nagyon szépen köszönöm, hogy fel vagytok iratkozva az én kis YouTube csatornámra. Köszönöm szépen. Hát lányok és fiúk, és akkor lassan, de biztosan haladunk előre felé. Ez itt a Déri Tibor utca. És szerintem itt a út túloldalán le fogom zárni ezt a videót, és meg fogom köszönni a figyelmeteket, hogy ebben a videóban is velem tartottatok, ebben az újabb spontán amatőr vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban, amit ezúttal itt rögzítettem Balatonfüreden. Hamarosan folytatom én ezt a sétát egy következő videóban. Tartsatok velem majd a következő videóban is. A továbbiakban majd arrafelé fogok haladni. De ez vagy egy következő videó témája lesz. Addig is megköszönöm nektek, hogy megnéztétek ezt a videót, és megköszönöm a figyelmet, hogy itt voltatok velem és néztétek ezt a videót. És akkor jöjjön hát az elköszönés, és a továbbiakban majd arrafelé fogok haladni, de egy következő videóban. Jöjjön hát az elköszönés! Most tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, ez egy újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videó volt, tőlem, Fricitől, ahogy már megszokhattátok. Ha tetszett ez a videó, nyomjatok rá egy lájkot, ha nem tetszett, nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióba. Köszönöm szépen! Ennyi lett volna ez a videó. Köszönöm szépen a figyelmet, a viszontlátásra, a viszonthallásra. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. És ne feledjétek, hamarosan jelentkezek újabb videókkal. Addig is köszönöm szépen a figyelmet, a viszontlátásra, a viszonthallásra. Üdvözlettel, Frici, Balatonfüredről. Sziasztok!